Atyának szép a játékotok, kisfiúhoz való szép jó voltatok. Fizesse meg Isten fáradozását. Köszönjük a másodikusokat, hogy felkészültek, és emlékezetes műsorra emlékeztem meg idén is karácsonyról, annak ellenére, hogy betegség miatt, ugye többször kellett módosítani a programon, de végül is, mivel nagyon sokan tudták a szeretetet, én ezt már nem tudod gondolni. Köszönjük természetesen megjelenek a dicséretet, és köszönöm a felkészítő pedagógusoknak is a munkáját, történet, Mónika nénnek, Kirdikünknek, Zoli bácsának is felkem volna elnézést, kérek nekik is. Kérem, hogy egy tapsal nekik is köszönjük. De tegnap is volt már egy karácsony ünnepségünk, akkor az angyalkák kitalálták, hogy ki mit szeretne, illetve megírták neki, így nem volt nehéz kitalálni nekik, hogy mit szeretnék, és remélem, hogy mindenki megkapta, amit szeretett volna. Vigyázzatok rá, és sokáig tudjátok játszani ezekkel a dolgokkal. Most is vannak a fa alatt ajándékok. Jelképes a dolog, mert nincs minden ajándékod. Fővárosi önkormányzat jó voltából most nem egyéni, hanem csoportos ajándékot kaptok. Nem is kevés 400 forint értékben vásároltuk a csoportonak különböző játékot, műszaki cikket, egyéb dolgokat, melyik csoport mit szeretett volna. Kérem, hogy ezekre is vigyázzatok, hogy minél tovább tudjátok használni őket. Mint minden karácsonykor, idén is szeretnék dicséretet átadni azoknak a gyerekeknek, akiket nevelői, tanárai, tanítói érdemesnek találtak. Ezúttal a dicséret, ugye minden karácsonykor nem az ellenőrzőbe kerül, hanem karácsonyi üdvözlőlapra, amit ha hazaviszek és nem tegyetek, biztos, hogy szüleinek is nagyon tudnak örülni neki. Úgyhogy én most fogom szólítani azokat, akik megérnek ezeket a dicséreteket.
rosszabb körülményeket, mint rá. Futó Ferencét jó tanulmány eredményét, és szintén a kérdő rosszabb körülményeket kiemelkedő munkáját. Valamint Kormány Kristófot jó magatartásáért és jó tanulmányért. A negyedikesek közül Nagy Márk Szebasztián jó magatartásáért és segítőségéért. Amint megkapja, később megkapja. Háda Megyorszok jó magatartásáért és segítőségéért. Olaj Arácsát szintén jó magatartásáért és segítségét. Az ötödikesek közül Orosz Dávidot kitartó szolgálmányért. A hatodikosok közül Wittmann Gábor jó tanulmány eredményét. A hetedikből Radocsány Ferencét szintén tanulmány eredményét. Ő is megkeresett tanulmányokat később. És a nyolcadikosok közül Miscina Rékát tanulmány eredményét és szolgálmányért. És Nemes Füder Dávidot tanulmány eredményes és magatartását. Most ennyi dicséretet tudtam átadni, jöjjetek a többiek is úgy, hogy ők is dicséretet kapassanak itt karácsonykor. Holnap még tanítási nap van. De aztán mindenki megy haza, és kezdődik a téli szünet. Ugye mindjárt kezdődik után nem sokkal a karácsony nyar. Én nektek is, és szüleiteknek is. Nektek is, és szüleiteknek is békés, boldog karácsony, és nagyon boldog új esztendőt kívánok. És egyben a téli szünetet használjátok fel arra, hogy rápihenjetek a januárra, hiszen január végén van a tanév első fél évnek vége, amikor kezdődik a fél éves munkát, és jól lenne, ha minden jobb eredményeket tudnám beírni a ellenőrző könyvbe. Még egyszer mindenkinek boldog karácsonyt, és végig boldog új esztendőt. Köszönjük szépen, eddig tartott az ünnepi műsorunk. A felsősöktől hagyományosan azt szeretném kérni a felsős székről, hogy segítsenek majd a székeket visszavinni.